Köszöntöm kedves nézőinket! Köztudat, hogy a rendszeres sportolás számos pozitív hatással jár mind mentális, mind fizikai egészségünkre. Sokan közülünk odáig is eljutnak, hogy egy sportágat versenyszerűen űznek és kiemelkedő eredményeket érnek el. Egyik ezen személyeknek a napfel mai online vendége is, Oláimre Szabolcs, ő körülbelül egy hónapon át megtartotta világ első címét az utóbbi hetekben az amatőr teniszezők között. Köszöntelek a műsorban! Én is köszönöm szépen a meghívást! Mikor kezdtél el teniszezni, miként szeretted meg a sportot? 2000-ben kezdtem el teniszezni, 11 éves koromban. Az akkori osztályfőnök, ő már teniszezett, és ő mondta, hogy van ez a lehetőség. Igazából az akkori példaképem, sőt a mostani példaképem is, Kádár Barnabás tanított engem teniszezni, és ezért a dologért, hogy ő ezt megtanította velem ezt a csodálatos játékot, meg megszerettette velem, mai napig hálás vagyok neki. Igazából úgy gondolom, hogy nekem is úgy kezdődött a, a, tenisz, mint mindenki másnak. Először eljárogattam edzésre, ott már ilyen lelkes voltam, tehát azt gondolom, hogy még talán egy fél órával hamar is, hamarabb is mentem edzésre, mint ahogy kezdődött. Az, azután a testvéremmel jártunk ki nap-nap után edzeni, ütögetni. Emlékszem, hogy volt olyan, amikor még 5 órakor keltünk fel, ő nyilván munka előtt, én pedig iskola előtt, hogy kimenjünk teniszezni. Késő, későbbiekben a megye, megyei csapatbajnokságban Sarkadon volt szerencsém játszani, ahol bajnoki címet is tudtunk nyerni. Ezt követően Kovács Zoltán keresett meg engem Gyuláról, hogy játszhatnék az OB3-as csapatban. Azt gondoltam ekkor, hogy ez egy nagy lehetőség, és elfogadtam az ajánlatát. Később az OB3-at megnyervén OB2-ben játsz, játszottunk, sőt mai napig játszik a csapat ami azt jelenti, hogy hétvégéről hétvégére erős ellenfelekkel, nagyon jó játékosokkal mérkőzhetünk meg, úgyhogy az ob az, az 3 és az UB2 nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy én a, a mai játékomat játszhassam. Milyen főbb sikerekről és győzelmekről tudnál nekünk mesélni? Igazából nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült megnyernem a Gyula városi teniszversenyt egyéniben és párosban. Azt hiszem, hogy erre a, ezt a versenyt szerettem volna leginkább megnyerni az idézőjelesen pályafutásom során. Ezt követően még férfi párosban sikerült egyszer megnyerni, illetve nagy örömmel töltött el, hogy idén Ismételten megnyertük Csomós Laci barátommal a férfi páros teniszverseny Gyula városában. A tavalyi évben sikerült megnyernem szenior 30 plusz kategóriában a Magyar Bajnokságot egyéniben. Ez nagy, nagy örömmel töltött el, illetve azt is el kell mondanom, hogy idén, idén is sikerült 500-as kategóriában a Magyar Amatőr Bajnokságot nyernem egyéniben, illetve vegyes párosban másodikok tudtunk lenni ami azt, azt gondolom, hogy azon a napon győzelemmel ért fel, mert nagyon kemény versen, versenyzők voltak az ellenfeleink, és nem gondoltam volna, hogy mi nyerni fogunk. Sőt, azt gondoltam volna már, hogy az első mérkőzés után fél lábbal a Balatonba leszünk, de szerencsére ez nem így történt, úgyhogy sikerült második helyet elérnünk. Ezt, ezt követően arról szeretnék még beszélni, hogy Idén volt szerencsém az Európa-bajnokságon részt venni, illetve számos nemzetközi versenyen a szenior kategóriában, ahol igen szép eredményeket sikerült elérni. Ez, ezáltal a közelébe kerültem a világelsőségnek, sőt, a végül, mivel másodikok lettünk az országos bajnokságon szenior kategóriában, így világelső is lettem a következő hét elejétől fogva. Mint tudom, az utóbbi hetekben versenyzőként is részt vettél az Európa-bajnokságon. Milyen élmény volt egy ilyen színvonalas versenyen szerepelni? Hát igen, sikerült részt venni az Európa-bajnokságon. Igazából itt ez számomra teljesen új terep volt, új ingerekkel, nem a kis megszokott közegen volt, és teljesen minden, minden más, ami magával vont egy kis ide, idegességet, nem éreztem olyan otthonosan magam ezen a versenyen. Ettől függetlenül tehát a hangulat maga tökéletes volt, mesés volt a környezet, és azt azt kell mondjam, hogy egy csoda volt ott lenni. Sok jó meccset, sok jó játékost láthatunk játszani. Azt gondolom, hogy itt már tulajdonképpen a lányok is egy olyan játékerőt képviselnek, ami a, a fiúk is, amit a fiúk is megirigyelhetnek. Aztán követke, következett tulajdonképpen az én, az én mérkőzésem, ahol az elődöntőben játsz, játszhattam már egy hazai horvát játékossal. Mondanom sem kell, hogy a horvát játékosok, vagy a horvát szurkolók kilátogattak, illetve nyilván a magyar játékosok, vagy a magyar játékosok, magyar szurkolók is kilátogattak, hogy itt már nagyjából egy olyan száz főre tehető a, néző, a nézősereg, és igazából olyan, olyan, szintű lámpalázzam volt ezen a mérkőzésen a, a Center pályán, a Juvicsics Akadémián, hogy az valami hihetetlen, és nem, nem, is éreztem magam komfortosan ebben a, ebben a helyzetben, így az első szettben. Aztán a második, mikor az első szettet így sikerült megnyerni, utána a másik szetre ez kicsit kiengedett meg. Nyilván ebben nagy szerepe volt a magyar csapatnak is, akik nekem szurkoltak, és uh, igazából ez számomra itt teljesen erő, erőt adott, és utána sikerült megnyerni a mérkőzést, úgyhogy nagyon boldog voltam a mérkőzés után. Mindig nehéz sportolóként mentálisan megbírkózni a nehézségekkel, mégis milyen erősségeidet tudnád kiemelni, mint játékos? Az egyik legnagyobb erőségemnek talán a kitartásomat tartom, illetve az, hogy hitem szerint nincs elveszett labda. Tehát azt, azt hiszem, hogy én, én vagyok az az ember, aki a min, minden labdáért elmegy tényleg, ami talán reménytelennek tűnik azért is, illetve... Hát a legjobb, legjobb ütésről, hogyha lehet beszélni, akkor azt hiszem, hogy ez a párosban levő röpte játékom, ami, ami talán kimagaslik. Mindenkinek vannak példaképei. Ki a te kedvenc játékosod, és mire motivál ez a személy, hogyha van ilyen? Azt, azt gondolom, hogy nem, nem titok az én esetemben, hogy Roger Federer a kedvenc játékosom. Talán nem is volt kérdés. Amikor elő, először láttam, akkor nekem már annyira tetszett a játék, a, a személyisége, a pályán való viselkedése, hogy igazából ez engem teljesen megfogott, és uh, utána továbbiakban is arra ösztönzött, hogy én folytassam ezt a csodálatos sportot, és, és hogy uh, napról napra próbáljak fejlődni minden, minden szinten, minden téren most ugyebár az elmúlt hetekben visszavonult, én nagyon, sajnálom ezt a dolgot, hogy nem láthatjuk őt tovább játszani profi szinten, de azért azt remélem, hogy az ilyen különböző gála meccseken, felhozó mérkőzéseken azért fogjuk még őt látni és az ő zsenialitását megcsodálni. Ha már egyetem tévé, akkor beszéljünk kicsit a szegedi kötődéseidről is. Tudtom, a sokat jársz szegedi versenyekre, milyen versenyeken szoktál évente itt részt venni? Át, általában Szegedre csapatbajnokság keretein belül szoktam utazni, ilyenkor nagy derbiket szoktunk vívni a szegediekkel, nyilván felemás eredményekkel, hol a szegediek, hol mi a gyulaiak szoktunk tudni nyerni. Viszont ez két éve megváltozott, mivel két éve már most szenior versenyen is részt tudok venni itt Szegeden. Csak pozitív élményeim vannak igazából, mindig jó, jó a szervezés, jó ide jönni, kedvesek az emberek, kedvesek a sporttársak is igazából, meg itt, itt külön olyan a, a terasz úgy van kialakítva, hogy ott helyet tudjanak foglalni a nézők, és akkor tudják biztatni, drukkolni a, tudják biztatni, drukkolni a játékosoknak, és ez külön öröm a számomra is, hogy ott tulajdonképpen engem is tudnak biztatni, és így ezáltal jobb teljesítményt tudok én is elérni. Úgyhogy Szegedre mindig jó jönni, és a továbbiakban is majd el fogok utazni erre a versenyre. Mik a jövőbeli elvárásaid magaddal kapcsolatban? Van-e esetleg bármilyen célkitűzésed? A jövőben mindenképpen szeretnék továbbra is egészséges maradni, és a legjobb formámat hozni a különböző versenyeken. A, gyula, a gyulai csapatban azt gondolom, hogy szeretnék továbbra is játszani OB2-be, OB3-ba, hiszen egyik terep sem ismeretlen a számomra illetve minél több versenyen szeretnék részt venni és szép eredményeket elérni. Voltak-e olyan személyek, akik hozzásegítettek ezekhez az eredményekhez? Kik voltak ők, akik segítettek téged a pályafutásod során? Igazából szeretném megköszönni a magának, a, a, gyula, a gyulai, klubnak, hogy én részese lehetek ennek az egésznek, a gyulai játékosoknak, a gyulai vezetőségnek, illetve tehát nyilván, nyilván ezt el kell mondanom, hogy a, hogy a családom nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Tehát ők támogattak engem mindenben, hogyha versenyre kellett menni, hogyha edzésre kellett menni, akkor úgy idézőelesen ők rábólintottak erre. Nyilván nem, nem kértem erre engedélyt, de, de mondták, hogy persze menjek, csináljon fejlődjek, és érezzem jól magam, minél, minél szebb eredményeket érjek el. Úgyhogy köszönöm szépen nekik még egyszer. Ezúton is szeretnék gratulálni az elért sikereidhez, és köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat és az élményeidet. Köszönjük azt is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől most búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmüket, és nézzék továbbra is az Egyetem TV